Ja, példám a Caterpillar gépekhez kapcsolódik, bizonyára találkoztatok már ezzel a márkával, a világ legnagyobb munkagépgyártó cégéről van szó, nagyjából 100 000 főt foglalkoztatnak világszerte, és hát a dealer network, amelyik a gépek igazából az értékesítésével és after sales-ével foglalkozik, pedig ennek közel a duplája. És ugye a Caterpillarnál működik már egy olyan rendszer a gyakorlatban, már ma, amely kifejezetten a lead generálási folyamatot automatizálja. Mégpedig nem is annyira az új gép értékesítésben, mert ugye látjuk, hogy egy ilyen szép gépet eladni is nagy élmény, és venni is. Én a vételt még nem próbáltam, az eladást már igen. Hanem sokkal inkább az after sales-zel, ami a mi esetünkben szerviz és alkatrész értékesítést takar, ezzel foglalkozik ez a bizonyos rendszer. Miért pont ezzel? Hiszen mindenkinek ez a fontos. Látjuk, hogy a vásárlói oldalon egyrészt a vásárlói döntés meghozatalban, másrészt pedig a befektetés megtérülésében is nagyjából egy ilyen 30-40 országunként változó, de egy ilyen nagyjából 30-40%-os súllyal van ott a szerviz és alkatrész, tehát az a támogatás, amit a termékhez nyújtunk. Ha megáll egy munkagép, nagyon-nagyon sokba tud kerülni az ügyfélnek, adott esetben a munkagép értékének is a többszörösébe. Viszont, hogyha a másik oldalt megnézzük, a forgalmazói oldalt, akkor ott azt látjuk, hogy gyakorlatilag a profit contributionnek majd alig esetleg nagyon maximum a körülbelül negyedét lehet generálni akkor, amikor eladtuk a gépet. A munkajava még hátra van, tehát a teljes ügyletből származtatott profit contributionnek a 3/4-ét adja ez a bizonyos after sales. Nyilván ahhoz, hogy ezekből a számokból minél többet be tudjunk magunknak húzni, ehhez ezeket a lehetőségeket kell megtalálni, majd ugye a lehetőségeket lead-ékkel konvertálni. Azt gondolnánk, hogy ez nagyon egyszerű, de valójában nem így van. Összesen a képződött lehetőségeknek kevesebb, mint 40%-a az, ami egy ilyen normál díleri gyakorlattal lead-dé formálódik. Ott van még a 60%, ami ugye, ahogy az előbb is mutattam, igen-igen sok pénzt jelenthet. Nyilván a meghibásodások az egyik ilyen alapvető előfordulás. Egyáltalán nem biztos, hogy ebből nekünk lead lehet. Lehet, hogy elviszi előlünk az üzletet egy non-genuine alkatrész értékesítő cég, vagy egy márka független szerviz. Ott kell lenni, tudni kell a lehetőségről, és lead-dé kell konvertálni. És hát nyilván a megelőzésre erre ez még fokozottabban igaz, hiszen ott magának a lehetőségnek a megteremtése is a mi feladatunk lenne. És ugye erre talált ki a Caterpillar, és valósított meg egy olyan technológiát, amely ezekre a kihívásokra talál választ. Ugye itt a CatConnect Technology ez nagyon sok mindent jelentett, tehát a gépeknek a szintvezérlés, mérleggel, egyebekkel, mindenféle elektronikai eszközzel való felszerelésén túl, de ebből, ami igazából nekünk érdekes, az az első, ez a link, a kapcsolat. Mit is jelent ez a gyakorlat? Ez azt jelenti, hogy minden új eladott munkagép szenzorok tömkelegével van felszerelve. Ezek a szenzorok figyelik a működést, figyelik a terhelést, figyelik az egyes kritikus alkatrészeknek a viselkedését, és ugye ebből lehet majd aztán később következtetni a meghibásodásra, illetve annak a megelőzésének a szükségességére, amely már közvetlenül leadet tud jelenteni. Ezek az adatok egyébként részben közvetlenül az ügyfeleknek is rendelkezésre áll, tehát aki egy ilyen Caterpillar munkagépen rendelkezik, egy személyes felületre bejelentkezve pontosan látja a flottájának a állapotát. Maga a lead generálás, és ugye itt válik igazán érdekessé a dolog, úgy néz ki, ez egy ilyen nagyon egyszerű kis butuska ábra, az a bizonyos felhő, az egy agy lenne, egy elektronikus agy, ezzel szimbolizáltam a mesterséges intelligenciát. Világszerte több százezer munkagép dolgozik és gyűjt adatokat, amelyeket ugye online továbbít a Caterpillar felé. Ezt a mesterséges intelligencia feldolgozza, ebből a mesterséges intelligenciából tulajdonképpen meg lehet határozni a teljes géppopulációnak az opportunity-ét, tehát mi az a szerviz és az alkatrész, amit ezen a populáción generálni lehet. A nagy gép szimbolizálja a konkrét, mondjuk a mi gépünket, amelyik szintén a saját alkalmazásáról, a saját munkájáról továbbít információkat. Ez a két információ találkozik ismét csak az agyban, egy adatbázis és egy kapcsolódó mesterséges intelligenciánál, amely szűri és priorizálja ezeket a lehetőségeket. Nyilván priorizálni kell, hiszen itt óriási adat halmazról beszélhetünk, amelyet erőforrás hatékonyan és megtérülés hatékonyan nem lehet kiaknázni. Ezért szükséges a szűrés. Ezt megcsinálja nagyobb részt a mesterséges intelligencia,
És innentől közvetlenül, és ez is egy érdekes lépés, közvetlenül a forgalmazóknak, a dílereknek a CLM-ében landolnak ezek az adatok, ahol már egyébként egy előre elkészített konfiguráció alapján ezek konkrét üzletkötői feladatokként jelennek meg. Tehát gyakorlatilag zárt majdnem a rendszer, majdnem eljutottunk az árásig, sőt, oda is eljuthatunk, hiszen előfordulhat adott esetben, hogy az ügyfelek felé is, az az ügyfél, akivel ilyen megállapodás születik, ezek a lehetőségek megjelennek, mint szükséges karbantartási feladat, az ügyfél egy kattintással elvégezheti a megrendelést, és akkor a deal is closed. Anélkül, hogy bárki is hozzá nyúlt volna az értékesítők közül. Azért ez természetesen nem jelenti azt, hogy a humán értékesítőre a továbbiakban sem lesz szükség. Már csak azért sem, mert ugye van egy előkészítési funkció, tehát meg kell ismertetni a rendszert az ügyfelekkel, fel kell építeni a rendszernek a kredibilitását az ügyfél felé, és ezt azért az AI nem fogja soha tudni megcsinálni helyettünk. És még ott van a priorizálási szűrés, ezt lehet, hogy majd valamikor meg fogja tudni tenni a mesterséges intelligencia, de azért itt most még nagyon komoly finomítás szükséges. Kérdés, hogy az ügyfélnek milyen a saját befektetési környezete, milyen az üzemeltetési stratégiája, addig használja a gépet, amíg végén ócskavas nem lesz belőle, vagy meghatározott ponton ki akar szállni, mennyire fontos neki a műszaki állapot, ezt valakinek tudnia kell, és erre csak az ember képes még egyenlőre, illetve hát a leadeket, azokat le kell tudni zárni. Meg kell egyezni az ügyféllel, tárgyalni kell, meg kell győzni az ügyfelet, hogy ez valóban indokolt ez a javítás, ezt sem tudja az AI megcsinálni. Nyilván hitelességet tud felépíteni, de egyenlőre ehhez még az ember kell. És hát ugye jeleztük, hogy komoly és egész pontos opportunity, dinamikus opportunity-t, azaz dinamikus targetet lehet az üzletkötőknek meghatározni. Úgyhogy ez az a pont, ahol a sales manager munkájában is közvetlen segítséget jelent, de ettől függetlenül nyilván a sales manager a jövőben sem lesz felesleges.